Köszöntök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja, a választások utáni első adásunk. Gulyás Mártonnal, a Közös Ország Mozgalom alapítójával, aktivistával beszélgetünk. Értékeljük, megpróbáljuk értékelni a mögöttünk hagyott 4-5 napot. Kezdjük ott, hogy amikor azt mondtad a színpadon állva, Bereményi Gézát idézve, hogy jó, hát akkor itt kell élnünk, így fogunk élni. Akkor ez egy végtelen nagy beletörődést mutatott, és ha valaki ismeri a filmet, akkor ott belenyugvás van megpróbálni együtt élni ezzel a rendszerrel, és nem csinálni semmit. Ez egy pessimista hangulatot sugalt, ott és akkor a csalódottság szólhatott belőled, úgy gondolom. Mostanra ez mennyire változott benned? Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Én szerintem inkább ez a tudomásulvételről szólt, vagy én mindenképpen a tudomásulvétel hangján akartam ott megszólalni. Annyiban szerintem egyébként ez egy felelős döntés volt, vagy igazolta az elmúlt 4-5 nap ezt a hangnemet, hogy ellenzéki oldalon nagyon nagy számban vannak most jelen azok a polgártársaink, akik komolyan azt gondolják, hogy ezt a választást elcsalta a Fidesz, és inkább azt lehet látni, most ebbe az irányba megy el az elemző diskurzus, semmit abba az irányba, hogy akkor mégis mi lehet az oka annak, hogy a polgártársaink ilyen jelentős számban gondolták azt 8 év ilyen kormányzás után, hogy a Fidesznek folytatnia kell, ráadásul úgy, hogy minden korábbinál nagyobb felhatalmazást kapott arra, hogy ezt folytassa. Az más kérdés, hogy ez nem kétharmada a szavazóknak, ez egy 49%-os többség, de hát ez többség így. Szóval én nem azt idéztem a filmből, hogy ez a lemondás pillanata lenne, inkább csak mondom, arra akartam utalni ezzel, hogy szerintem az a film az egy nagyon, ugye Gotthárd Péter Megáll az idő című filméről beszélünk, Bereményi Géza írta és Koltai Lajos volt az operatőre. Nagyon fontos, szép magyar film, érdemes megnézni egyébként most is, már két magyar film most nagyon rezonál ezekkel a napokkal. De hogy itt a fontos szerintem abban a filmből alapvetően az, hogy amit te mondtál, hogyha van egy olyan rossz rendszer, amelyen rendszeren belül igazából nem adható csak rossz válasz, mert tök mindegy, hogy ellenállsz, tök mindegy, hogy belenyugszol, ha a rendszeren belül maradsz, így is úgy is magához igazít, akkor valószínűleg arról kell gondolkodnunk, hogy a rendszeren kívül van az igazi politizálásra lehetőség, és ez nyilvánvaló, tehát én ott ezt is mondtam este, meg az azóta eltelt napokban is azt mondtam, hogy a parlamenti politizálások ebben a formájában valószínűleg vége van, eddig sem volt túl sok jelentőség, ezután még annyi jelentőségese lesz. Éppen ezért szerintem abban érdemes gondolkodni a politikai megújuláshoz, ezekből a buborékokból, amiket magunk köré építettünk, és amelyekről igazából április 8-áig nem is feltétlenül tudtuk, hogy léteznek körülöttünk, hogy ezekből kiebb lépjünk, és elkezdjük felfedezni azt a Magyarországot, amellyel így ennyire erősen és ennyire markánsan kirajzolódva aztán nagyon sokan csak április 8-án találkoztunk. Fogunk még erről beszélni részletesen is, te is a vidék Magyarországára gondolhattál ezzel. Nem csak, mert szerintem az egy félreértés, hogy ez a szavazói többség, ez a Fidesznek kizárólag vidéken jött létre. Nagyvárosokban is nagyon erős a Fidesz beágyazottsága, a diplomások körében nagy a beágyazottsága. Tehát eleve nagyon nem szeretem ezt a fideszes szavazókat lenéző és degradáló hangnemet, hogy hát ez a tudatlan tájékozat, nem tudom kiknek a pártja. Nem, nagyon sok polgártársunk tudatosan. Ráadásul úgy tudatosan, hogy tudva azokat az anomáliákat, amiket a Fidesz számára lehet írni, a korrupciós bűncselekményeket, a jogállamiság leépítését, stb. Ezt mind tudják, és ezzel együtt mondták azt, hogy a Fidesz a jobbik választás. Viszont visszatérve arra, hogy a parlamenten kívül van most a politizálásnak a terepe, azt az előzőekből láthattuk, hogy amikor az ellenzék, vagy éppen az emberek sikert értek el, azt az utcán érték el, gondolok itt a tudós tüntetésre, a vasárnapi zárvatartás eltörésére, vagy a Momentum Olimpia sikerére. Ezek nem a parlamenten belül létrejött és kivívott sikerek. Ez lehet akkor szerinted az út, és ezért mondtad azt, hogy ne vegyék át a parlamenti mandátumot, ezzel egyébként lemondva számtalan lehetőségről, interpellációról, parlamenti felszólalásról, kiüresítve ezzel azt a játszóteret, amit törvényhozásnak hívunk. Ezt az együttet látod egyébként ma sikeresnek? Egy kicsit messzebbről kezdem. Tavaly ősszel volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol többek között Hatházi Ákossal, illetve Staudt Gáborral, egy LMP-s és egy jobbikos politikussal ültem egy asztalnál, ott ült még egyébként Cseh Atka is a Momentumtól, csak a Momentumnak akkor ugye még nem volt, mert most sincs parlamenti képviselete, és éppen ezért én a Staudttól és a Hatházitól azt kérdeztem,
hogy az elmúlt 4 évben hány olyan törvényjavaslatuk volt, amit akár csak tárgy sorozatba vett, vagy tárgyalásba vett valamelyik házbizottság, vagy valamilyen szintű parlamenten belüli komolyan vehető grémium. Tehát hány törvényjavaslatuk volt, ami eljutott a tárgyalási szintre. És azt hiszem, hogy úgy volt, hogy most nem tudom, hogy a Staudt mondta azt, hogy 0, és a Hatházi mondta azt, hogy 1, vagy a Hatházi mondta azt, hogy 0, és a Staudt mondta azt, hogy 1, de hát, hogy szóval lényegtelen a dolog, mert hogy 4 év alatt mondjuk, ha csak egy ilyen javaslattal tudsz élni, amit érdemben tárgyal a parlament, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából mozgástered nagyon nem volt. Pláne ugye nem is arról beszélünk, tehát hogy szavazni, aztán meg végképp nem szavaztak semmilyen javaslatukról. A Fidesz 2018. április 8-a előtt is a parlamentáris demokráciát végérvényesen kiürűsítette, 2018. április 8-a után pedig ez a végérvényes kiüresedés, ez most már, hogy mondjam én, ténykérdéssé fog válni. Egy ilyen kétharmados többséggel a házszabályokat tovább tudják alakítani, talán lenne még valami fajta kisi mozgástér az ellenzéknek. Tehát szerintem nagyon nagy felelőssége van ma mindenkinek abban, aki fölveszi ellenzéki politikusként a mandátumát, hogy azon kívül, amiket eddig mondta a különböző médiumokban és a nyilvánosságban, hogy miért fontos az ellenzéki mandátum, hogy annál valami újabb érvel szolgálnak, hogyha fölveszik ezt a mandátumot, mert szerintem nagyon komolyan fölvetődik a kérdése ennek, hogy kell-e biztosítani a Fidesznek ezt a demokratikus látszatot. Ugye, ha összevetjük, hogy milyen hasznai vannak annak, hogy bejönnek a parlamentbe, nem tudom, iratokhoz hozzáférhetnek, dokumentumokhoz, javaslatokhoz idő előtt hozzáférhetnek, tudnak arra készülni, informális csatornáik lehetnek a fideszes képviselők felé. A pénz sem elhanyagolható szempont, nyilván, tehát egy párt is pénzből működik, de mindezt, hogyha összességében összevetjük, sem jön ki az, hogy érdemes ezekért a hasznokért azt a költséget bevállalni, hogy egyébként a Fidesz ezzel tudja azt a látszatot, a látszat szintjén, az optikájában is tudja azt képviselni, hogy márpedig ez igenis egy plurális, demokratikus szintér, miközben nyilvánvaló lényegét tekintve nem azt. Tehát szerintem jó lenne, hogy az optika is igazodna a tartalomhoz, és bemutatnánk azt, hogy ez bizony így ebben a formájában egy totális egypártrendszer. Ugyanakkor, amikor Vona Gábor kvázi lebuziszta a miniszterelnök, vagy amikor Demeter Mártának értékelhetetlen válaszokat adott, Boldog Karácsonyt kívánt egy eldöntendő kérdésére. Ebből óriási sajtóvisszhang lett, és rengeteg emberhez eljutott az, vagy lehetőség volt arra, hogy eljusson az, hogy a magyar miniszterelnök hogy áll ma az ellenzék pártjaihoz és a mögöttük álló szavazókhoz. Ez nagyjából egészében egyébként a lenézés. Hogyha ezek a parlamenti képviselők nem vennék fel a mandátumot, akkor megint csak a sajtó visszhangig jutnánk vissza szerintem, hogy annak lenne hírértéke, hogy ezek a képviselők nem veszik fel a mandátumokat, és nem ülnek be, nem asszisztálnak ehhez a harmadik kétharmadhoz. Ezen túl milyen haszna lenne? Ki kell jönni a parlamentből, és el kell kezdeni fölépíteni azt az új politikai történetet, és azt a politizáló közösséget, ami többséget képezhet Orbánnal szemben. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy ne dolgozzanak. Sőt, én azt mondanám, hogy dolgozzanak. És azt mondanám, hogy dolgozzanak a parlamenten kívül. Tehát, hogy szerintem nem lemondanunk kell a politikusainkról, akiket megválasztottunk, hanem azt kell kérnünk tőlük, hogy a képviselet érdekében most velünk együttműködjenek, és ne azt játsszák tovább, amit az elmúlt 4 évben játszottak. Látsz erre esélyt egyébként? Hát, hogy van-e rá esély, vagy nincs rá esély, hát értem, mekkora esély volt egy választási törvényjavaslatra, vagy reformra, aztán mégis belevágtunk, most az más kérdés, hogy ebben elbuktunk, de szerintem ettől még bele lehet vágni olyan történetekbe, amelyek nem feltétlenül kecsegtetnek a gyors győzelem sikerével, vagy reményével, de ettől még fontosak. Tehát, hogy szerintem azt kell mondani, hogy egy módon van szerintem legitim érv amellett, hogy fölvegyük a mandátumot, hogyha esetleg az így realizálható pénzekből csinálnak egy olyan szolidaritási alapot, amiből független médiát, közösségszervezési tevékenységeket, direkt segítségnyújtást finanszíroznak. Ugye most április végén lejár majd a téli kilakoltatási moratórium, több száz család, több ezer ember lakhatása kerül veszélybe. Ezeknek az embereknek meg kell mentenünk a lakhatását, a hátralékukat kell kifizetnünk, vagy adott esetben fizikailag blokkolnunk a kilakoltatást végző embereket, hogy be tudják ezt teljesíteni. Ilyen akciókra pénzt felhasználni abból a költségtérítési keretben, amit így megkapnak. Azt mondom, hogy az egy legitim felvetés, de azt csinálni, hogy beülni, és majd most nagyon kemények leszünk, és most sokkal jobban fogjuk majd képviselni azt, amit képviselnek Orbánnal szemben, az nem csak hogy nevetséges és megalázó, hanem tűrhetetlen is most már. Tehát, hogy én
egy picit azért vagyok szomorú és letargikus, és nem is az eredmény miatt feltétlenül, mert az kiment belőle másnap estére nagyjából. A leginkább letargikus attól válok, hogyha hallgatom az ellenzéki politikusokat, és azt látom, hogy az elmúlt, most van péntek, tehát eltelt még 4 nap, nézegettem ezeket az esti beszélgetős műsorokat, olvastam nyilatkozatokat. Én nem nagyon hallottam, hogy amikor ennyire brutálisan szembe jött velük a valóság április 8-án, és úgy tényleg szakadt alattuk a föld, én nem hallottam azóta olyan nagyon hangokat, amelyek a józanság, a belátás, az önkorrekció szólamait képezték volna meg, vagy rezegtették volna meg ezekben a politikusokban. Én azt látom, hogy továbbra is masszívan kerülik a szembenézést, masszívan próbálnak kibújni, újraszámolást követelni, a Fidesz egyéb gazságaira fogni kizárólagosan minden eredményt, és valahogy a saját felelősség, a saját hogy mondjam én, szerepük ebben az egész történetben is, hogy ebből milyen konzekvenciákat lehet levonni, az elmarad. És ez nem is feltétlenül egy etikai kérdés, vagy erkölcsi kérdés, bár nekem az is. Tehát én nem csak azért beszéltem az első nap rögtön a választás után a saját felelősségemről nagyon speciálisan is, és részletekbe menően, mert ezt egy etikai erkölcsi kötelességemnek éreztem, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy bármifajta elgújulás az csak akkor lehetséges, hogyha az ember rendelkezik az önkorrekció képességével, és bizonyítja a közösség számára, hogy továbbra is egy belátó képességgel rendelkező, a racionálisan gondolkodni képes személyiség. Most ezt, hogyha a politikusaink a választás előtt nem gyakorolták, hiszen még egy héttel a választások előtt is arról beszéltek, hogy önálló kormányalakítás, meg elképesztő, mint csoda. Azt mondtad egyébként a választások előtt megjelenő 24.hu-s interjúban, hogy lehet győzni. Akkor az akkor információink alapján azt lehetett látni, hogy igen, hogyha van egy elég széleskörű együttműködés. A Medián már akkor kikutatta. Az interjú az előbb készült, mint a mediános kutatás, de egyébként lehetett remélni legalábbis azt, és lehetett küzdeni azért, hogy egy széleskörű együttműködés eredményezheti a Fidesz 50% alányomását. Na most azért én arról beszélek, hogy a pártok azért mégiscsak arról beszéltek, hogy itt miféle kormányok fognak alakulni, és most direkt nem mondok neveket, mert nem egyetlen pártot akarok kipécézni, azt akarom mondani, hogy ezen pártok összességében voltak, és egyenként is irracionálisak, felelőtlenek és abszolút vágyvezérelt gondolkodásúak. És miután lezajlott a választás, sem látom azt, hogy ebben elmozdultak volna, és valami fajta új retorikát, új gondolkodásmódot képviselnének, és ez a legszörnyűségesebb. Akkor az az önkritika, amit gyakoroltál, akkor az egy ilyen szándékos dolog volt, és egy példamutatás az ellenzék szereplő részére, vagy ez tényleg úgy gondoltad, hogy ahogy ezt nyilatkoztad is, nem tudom már hol, hogy most lejött a szembenézés időszaka, most egy kicsit kussolni kell, keresni kell mindenkinek egy sarkot, ahol ezt átgondolhatja. Egyébként te már kinézted ezt a sarkot magadnak, vagy már te benne vagy ebben a folyamatban, amikor szembenézel az előző, vagy az elmúlt egy másfél évvel, és levonod a konzekvenciákat? Én a héten elvállaltam néhány interjút, ide is eljöttem, és a jövőt is van még egy-két kötelezettség, aminek eleget akarok tenni, plusz van egy-két dolog, amit el kell itt most varni a kampánnyal kapcsolatban, amit folytattunk, de utána én erősen vissza fogok lépni a nyilvánosságtól, nem azért, hogy kivonuljak, hanem pont azért ezt a gondolkodási, tehát ezt az intellektuális munkát elvégezni, ami egy szükséges megoldáshoz. Mindig volt egy gondolkodó fája, hova ki tudott ülni. Hát Micimackó valószínűleg igen, egyébként ebből a szempontból nagyon sok bölcsességet, olyasfajta bölcsessége van a felruházban, ami nagyon sokunkból hiányozhat olykor. De igen, szerintem az most nagyon fontos. Tehát egyrészt kétharmad van, Orbáni az ország, Orbáni a hatalom, ezt akarták a választó is, úgyhogy csinálja. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani az ellenállásról, csak azt mondom, hogy azt a működést, amit az elmúlt 8 évben gyakoroltunk, hogy csak az a Fidesz kritikájára építettük a saját tevékenységünket. Tehát a legjobb példa ugye az volt, amit te is mondtál, hogy hát milyen eredmények vannak, a Netadó megakadályozása, az olimpia megakadályozása, tehát nem egy saját történetépítése zajlott, nem egy saját víziónak a megépítése zajlott, a képviselete zajlott, hanem folyamatosan ez az ellentámadás, ami látszólag egyetlen dolgot eredményezett hosszú távon, mert rövid távon voltak sikerek, ez nem kérdés, voltak erkölcsi győzelmek, de közép-hosszú távon az eredmény mégiscsak az lett, hogy a Fidesz be tudta betonozni a hatalmat, mert az ő narratívája erősödött. Tehát, hogy ehhez, hogy ezt meghaladjuk és egy új többséget képezünk, nyilvánvaló, hogy le kell jönni a Fidesz kritikáról, kell gyakorolni, nem kérdés, de nem ez állhat a frontvonalban, nem eznek kell lenni az elsődleges feladatnak, hanem egy olyan új narratívát, történetet kell felépíteni erről az országról, ami mögé odaállítható az a többség, ami leválthatja Orbánt. Orbán Viktor a kampányban azt mondta, hogy ellenzékváltó hangulat van az országban, és nem kormányváltó. Az eredmény az
mondhatjuk, hogy a körült igazolata, és ha ezt hozzáveszünk azt, hogy Tölgyesi Péter tartott a választások után nem sokkal egy előadást, aki nem látta egyébként annak ajánlom figyelmébe, mert megdöbbentő dolgokat mondott Tölgyesi. Ő azt mondta, hogy ezt a kormány nem ez az ellenzék fogja leváltani, ezt a kormányt egy új rendszerváltás fogja elsöpörni, ami magával söpri egyébként a mostani ellenzéket is. Hát... Érdekes. Szerintem most van egyfajta ellenzékváltó hangulat, de ez nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy az emberek véglegesen lemondjanak a pártpolitikáról. Tehát a pártpolitikára szükségünk van, de az biztos, hogy ehhez most nagyon kellene a pártok részéről, és főként a pártpolitikusok részéről egy sokkal karakánabb és bevállalósabb szembenézés azzal, amit műveltek. Tehát, hogyha ők valaha még akarnak appellálni a bizalmunkra és a képviseletünkre ezen keresztül, akkor azért most már muszáj lenne nekik is valami fajta belátásról, tanúbizonyságot tenni. És nem azért, hogy homokot szór ennek a fejükbe, ezt már mondtam, vagy a fejükre, ezt egyszer már mondtam is itt az előbb, hanem tényleg azért, mert itt azért nagyon súlyos hangulat van most a nem fideszes részében az országnak, és ha nem tudnak osztozni ebben a bánatban, nem tudnak valamilyen módon szolidaritást vállalni ezért ebben a fájdalomban azokkal a polgártársainkkal, akik most tényleg nagyon el vannak keseredve, hanem továbbra is ugyanazokat a hazug szólamokat mondják, féltve a saját egzisztenciájukat, akkor azt jelenti ez az egész történet, hogy tényleg nem alkalmasak arra, hogy bármifajta változást képviseljenek, márpedig változás nyilvánvalóan lesz. Tehát az orbáni hatalomnak ez a formája, ez nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig fenntartható, de nyilvánvaló, hogy nem az örökké valóságig fenntartható. Belülről is számos kihívással küzd. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon föl fognak erősödni ezek a klánharcok a kormányzati struktúrán belül. Nagyon erősen föl fognak majd jönni ezek a különböző törésvonalak, amelyek eddig is megvoltak egyébként. Tehát nem igaz az, hogy ez a kétharmad egyébként megszilárdítaná a struktúrát. Részben meg fogja szilárdítani, de más részben egyébként meg föl fogja erősíteni azokat a klánharcokat, amelyek eddig is egyébként a legtöbb kárt okozták az orbáni struktúrának. Tehát ezt a rezsimet egyébként a legkomolyabban mindig is a saját vezető káderei veszélyeztették. Kósa Lajos, Habony Árpád, Rogán Antal, Lázár János, akkor mehetnénk még tovább. Tehát gyakorlatilag mostanában nincsen olyan minisztere Orbánnak, akire ne égett volna rá a korrupció bélyege, de tényleg csontig hatolóan. Az a kérdés, hogy mivel láthatóan ez önmagában nem taszítja el a választókat, hogyha az nem elég bizonyíték, hogy ezek rosszak, akkor valószínűleg arról van szó, hogy nem csak azt kell bizonyítani, hogy ezek rosszak és alkalmatlanok, hanem kell mutatni valamit, ami nem csak kisebbik rossz, hanem valóban átélhetően és valóban megmozgatóan alkalmas arra, hogy az ember azt mondja, na, én ezzel szeretnék menni, ebben meglátom a saját történetemet, ezzel tudok közösséget vállalni. Igen, ez az a politika, ami mellé úgy tudom oda tenni magamat, hogy nem érzem magamat tőle kompromittálva. Ezt az ellenzéki pártok jelenlegi formájában nem fogják tudni betölteni. Nem lehet, hogy pont azért szavazták meg a Fideszt. A ti kutatásaitok is a választások előtt azt mutatták, hogy a legtöbb körzetben, ahol méréseket végeztetek, ott az emberek, a megkérdezettek kormányváltást szerettek volna. Csak éppen az emberek nem hitték el, hogy ez az ellenzék, hogyha erre az ellenzékre leszavaznak, akkor bármiben is jobb lenne az ő személyes sorsuk, vagy az ő személyes jövőjük, mint hogyha kormányon marad Orbán Viktor. Ő pedig azt ígérte, jó, semmit nem ígért, de elhitette azt a választóival, hogy biztonságban lesznek, nem lesznek menekültek, nem lesz Soros György. Egy olyan jövőképet festett fel neki, hogy ha én maradok, akkor legalább rosszabb nem lesz nektek. Nem biztos, hogy jobb egyébként, de megmaradtak ezen a szinten. Az ellenzék pedig azt mondta, hogy zavarni kell Orbán Viktort, és van. Igazából nem is tudok mit hozzátenni, mert nagyon pontos, amit mondtál. Én is ezt mondtam, hogy Orbán Viktorot nem kellett népjóléti intézkedésekkel kampányolnia, nem kellett semmifajta változással kampányolnia, neki annyit kellett mondania, hogy lehet, hogy most rossz a helyzetetek, de ha én maradok, garantálom nektek, hogy nem lesz még rosszabb. És mivel emögött eléggé kiterjedt apparátus állt, ez egy hihető történet volt. Nem is az volt, hogy nem lesz rosszabb, hanem hogy lehetne rosszabb, hiszen de én megakadályozom, hogy ez ne legyen. És ehhez képest az ellenzék nyilván egy kakofóniában nagyon sok mindent mondott, egymással ellenkező dolgokat is mondott, és mivel túlságosan színes, túlságosan tagolt, és az elmúlt 8 évben nagyon rá lett szoktatva a társadalom arra, hogy a sokszínűséget és a sok hangúságot azt anarchiának, káosznak és valami rendetlenségnek lássa,
miközben egyébként nem az, ez a demokrácia természete kellene, hogy legyen, ezért ettől elidegenedtek nagyon sokan, és inkább a Fideszhez mentek, ami erősnek mutatkozott és egységesnek látszott. Monolit tömb. Igen. Igen. De az nem kérdés, hogy ettől még egyébként az ellenzéki pártoknak el kellett volna végeznünk azt a munkát, hogy legalább az egyéni választókörzetekben tisztább képet adjanak a választóknak. Tehát ugye nagyon sokat kárhoztatott összefogás 2014-es receptúrája, azért mégiscsak az látszik most már, hogy életképesebb volt sok szempontból, legalábbis abban a szempontból mindenképpen, hogy beazonosítható volt a választóknak. Ettől még számos probléma terheli, és akkor sem volt alkalmas arra, hogy megakadályozza 2014-ben a kétharmadot, de én azt gondolom, hogy egyikből sem azt szabad leszűrni tanulságként, hogy akkor nem kell összefogás, nem kell koordináció, de ebben a választási rendszerben, egy többségi jelvű választási rendszerben, akkor lesz esélye valaha bárkinek a Fidesszel szemben felépíteni egy többséget, ha az egy színű, egységes módon áll szembe, és nem versenyeztet jelölteket egyébként az egyéni körzetekben zsákszámra. Tehát az, hogy mondjuk nekünk, amikor csináltuk ezeket a kutatásokat, akkor sokszor már tényleg így a módszertani megvalósíthatóság határán kellett táncolnunk, mert annyi jelöltet kellett volna föltenni a listára, hogy nem lehet lekérdezni az embereket, hogy akkor mégis mi ki a legszimpatikusabb, és a különböző variációkat szintén föltenni nekik. Tehát hogy ezt meg kell szüntetni. Itt egy olyan integratívabb, együttműködésre hajlamos politikai erőnek kell megjelennie, és ezt a szereplőket valamilyen módon együttműködésre késztetnie, ami még nem látszik, hogy honnan fog megjelenni, de ha nem jelenik meg, akkor 2022 vagy bármikor is lesz következő választás, csak is új a Fidesz győzelmet, csak is új a Fidesz kétharmadot fog tudni majd eredményezni. Márki-Zay Péter győzelme egyébként ebből a szempontból egy hiú ábrán volt, ami, és ez a győzelem elhitette az ellenzék szereplőivel, hogy itt lehet győzni. Mert ha visszagondolunk, akkor a hódmezővásárhelyi időközi megelőzően február végéig nem nagyon volt olyan kommunikációs panel, hogy kormányváltását is itt lehet győzni. Majd jött Márki-Zay Péter, aki egyébként egy jobboldali városban, egy jobboldali beállítottságú emberként tudta megverni Lázár Jánost és az ő báb jelöltjét. Azután jött csőstül az, hogy itt elzavarjuk Orbán Viktort, leváltjuk a Fideszt, és egy új kormányt alakítanak ezek az emberek. Ez jó kiinduló pont Márki-Zay Péter győzelme, vagy egy zsákutca? Nem, szerintem az egy jó kiinduló pont. Tehát én nem gondolom azt, hogy Márki-Zay Péter, nem tudom én, hátráltatója lett volna a nem fideszes győzelme, hát ez teljesen abszurd. Nyilván nagyon sok minden olyan helyi adottság volt, amit nem lehet egy az egybe rávetíteni az országos viszonyokra. Nyilván azt, egy karizmatikus, felkészült, jó kiállású, fedhetetlen, most nagyon primitíven hangzik, de jó pedigréjű jelöltről van szó, aki nagyon rezonál az ottani hódmezővásárhelyi lakosság szocializációjával, politikai, kulturális mintázatával. Ezzel szemben egy teljesen jelentéktelen, jellegtelen, színes, színtelen, szaktalan fideszes jelölt volt, akinek a nevét se tudjuk, és nem is kell tudnunk, mert tényleg nincsen semmi jelentősége. Szóval hogy ez nyilván nagyon sokat nyomott alatba az együttműködés a Márki-Zay Péter mögött, és nyilván az is, hogy addigra már annyira elég volt az embereknek a korrupciós történetekből, pláne Lázár Jánosnak így a szeméből, hogy így egyfajta üzenetet akartak megfogalmazni. Hogy ez az üzenet miért nem tudott országossá válni, azon lehet lamentálni. Valószínűleg egyébként, hogy a hódmezővásárhely ide vagy oda, mindenképpen a Fidesz győzött volna valószínűleg ezen a választáson. De hogyha a hódmezővásárhely üzenetét komolyabban veszik a pártok, mert a szavazók eléggé komolyan vették. Tehát elég komolyan vették és elég komolyan odaálltak Márki-Zay Péter mögé, és követelték azt, hogy a vásárhelyi modellt terjesszék ki a pártok az ország egészére. Tehát egy sokkal szélesebb körű együttműködést meg képesek lettek volna megvalósítani, akkor a kétharmadról nem kérdés, hogy nem beszélhetünk, és valószínűleg egy sokkal kisebb fideszes többségről beszélhetünk, amiről egyébként mindig is gondoltuk, hogy valószínűleg ez a realitás. Én nem gondolom, hogy a Fidesz mandátum száma lement volna 120 alá, de lehet, hogy lement volna valahogy 110 és 120 közé esetleg, de hogy nem 133 és a fölötti mandátum számról beszélünk, ha van egy szélesebb körű koordináció és együttműködés, az egészen biztos. Tehát hogy azért arról tényleg beszélni kell, hogy amikor Vona Gábor azt mondja, hogy ő kormányt vált, és most nem tudom egyébként, hogy a végső szavazatszámlás miatt most átlépi a 20%-ot a listás szavazatainak a száma. Ez hétvégén kiderül. Amikor ezt hallgatják a hallgatók, akkor ez már kiderül. De hogy egyéni mandátummal egyetlen egyet tudtak elhozni.
És akkor mondhatnám a többi pártot is, de hogy azt akarom csak mondani, hogy olyan helyeken versenyeztettek pártok jelölteket, ahol teljesen evidens volt, hogy semmi esélyük nincs. És most azzal mosakszanak, hogy hát igen, de egyébként meg lehet látni az adott választókörzetben, hogy listáról többet hoztunk be, mint a mi jelöltünk, tehát egyébként akik amúgy is át akartak volna szavazni, azok átszavaztak. Csak én azt mondom, hogy ők gyakorlatilag minden felelősséget most a választóikra hárítanak át, és nem akarják vállalni azt a felelősséget, hogy nekik orientálniuk is kellett volna a választóikat. Tehát, hogyha a választó mindent képes kitalálni, akkor mi a pártnak a szerepe valójában, hogyha a választó egyébként tényleg egy akkora felelősséges lehetőségekkel rendelkező entitás, hogy így, ha a párt nem csinál semmit, a választó amúgy is eldönti. Ez nincs így. Egy párt igenis tanítja, neveli, oktatja, orientálja a szavazóit, beállítódástól függően. Akár a jelölt állítással vagy indítással. Azzal is, igen, igen. Tehát, hogy, és azt is lehet látni, hogy ahol sokkal egyértelműbb helyzet alakult ki, és meg kialakult az, hogy ki az az esélyes jelölt, akire szavazni érdemes, ott a szavazók mentek azzal az esélyes jelölttel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem érdemes ebben a felelősségüket kenegetni, sokkal jobb lenne, ha bevállalnák ezt, és aztán ezt nagyon hamar letudnánk. Igen, elvesztettük, igen, belátóképesség kellett volna, racionalitásra való hajlam és képesség kellett volna, rendben van. Hogyan tovább beszélünk erről, de ez csak akkor tud elkövetkezni, ha végre egy őszintébb és tisztább hangot ütnek meg a saját felelősségükkel kapcsolatban. Mi a fit beszélgetünk Óbudán, de szóba került már egyébként a vidék Magyarországon, és én állítom azt, hogy nincsen két Magyarország. Nincs olyan, hogy vidék Magyarországa és a főváros. Ezzel is egyetértek. Ez egy ország, és tudom, hogy te végigjártad az országot a kampányban. Tudom azt is, hogy például Gyurcsány Ferenc Heves megyei egyes Eger választókerületben nem tudta a saját jelöltjük nevét egyébként a DK indított ott, amikor ott kampányolt helyben. Csak zárójeles megjegyzés. Ezek a pártok, például az MSZP-t nézzük, elveszítették azokat a korábbi nagyvárosokat, ahol stabilan hoztak 20-30%-ot. Máté Szalka és környéke az MSZP-t talán 4-4,3%-ot, hogyha tudod hozni. Egy-két vidéki város maradt meg egyébként, ahol MSZP-s tömegekről lehet beszélni. Te mit tapasztaltál, amikor vidéken jártál? Miért bukott ott ekkorát egyébként a baloldal? És attól pedig mindenkit óva intenék, hogy ezeket a vidéki embereket lehülyézze, csak azért, mert a Fideszre szavaztak. Jó eséllyel ezek az emberek csak a Fidesszel találkoztak, de ettől függetlenül még az nagyon káros következményeket vonna maga után, hogyha bárki az ítélőképességüket vagy bármilyen képességüket kétségbe vonna azért, mert egy választáson oda x-eltek ahova. Hát szörnyű felelősség terjed a baloldali pártokat, vagy a baloldalán gondolt, vagy mondott pártokat. Ugye, hogy miért vesztették el a választást, az alapvetően azért van, mert miközben pontosan, tehát ők mondták ki, MSZP-s vezetők, DK-s vezetők, hogy a 2014-es összefogás nagy hibája az volt, hogy felülről osztották le a körzeteket, és az alapján döntötték el, ki hol indul. Ehhez képest úgy indult az együttműködésük, hogy leosztották föntről a pártirodában a körzeteket számarányaiban, majd ez alapján keresték a megfelelő jelölteket. Emiatt alakulhatott ki az, amiről te is már utaltál, hogy számos sajnos nagyon fontos körzetben, ha lett volna a másik pártnak alkalmasabb jelöltje, nem az döntött, hogy alkalmasabb volt, hanem az, hogy mi volt a kvóta szám, amit Pesten meghatároztak ezek a pártok. Ezt követően pedig nem volt összehangolva a két kampány, még továbbra is egyébként helyi szervezetek küzdöttek egymással szemben, és nem közös kampányt folytattak. Dunai városban tragikus állapotokat találtunk, amikor ott voltunk, és néztük azt, hogy a helyi közösnek gondolt baloldali jelölt mögött mennyire nincsen ott a két párt szervezet egységesen. És akkor erről hosszan lehetne beszélni. Amit én láttam, az, hogy nagyon komoly munkát kéne fektetni abba, hogy olyan képviselők legyenek ezekben a körzetekben, akik tényleg alkalmasak arra, hogy helyben beágyazottsággal, a problémákat értve, tudva, jó retorikai készségekkel, megfelelő intellektuális felkészültséggel tudjanak egyébként dolgozni azért, hogy ez a körzet végül aztán az övék legyen. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy van-e pénze egy pártnak kampányolni vagy sem, hanem ki az a 106 ember, aki képviselő öt helyben, és én merem állítani neked, nincs ma olyan ellenzéki párt, akinek lenne 106 olyan vállalható, valóban a párt értékrendjét értő, képviselni tudó,
úgy intellektuálisan, mind retorikailag, mind politikailag felkészült és felkészített ember, aki mögé bármikor ki lehetne cserélni bárki mással a párton belül, mert azt lehet mondani, hogy ezek a jelöltek egységesen jók. Nincs ilyen 106 jelöltel rendelkező párt, egy sem sajnos. Egyébként ebben beleértem a Fideszt is, de ugye ott az a lényeg, hogy ott nem is kell pártról beszélnünk, mert nem is kell jó jelöltekről beszélnünk, hiszen ott egyetlen egy ember köré központosul minden, ott Orbán Viktor van, és nem egy Fidesz nevű párt. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy tragikus állapotok vannak, és azért tragikus ez az állapot, mert egyébként ezek a pártok, amelyek között egyébként az ideológiai rokoníthatóság sokkal nagyobb, mint azt ők merik magukra állítani, között igenis ki lehetett volna alakítani egy olyan együttműködést, hogy 106 olyan esélyes jelölt álljon szembe a fideszes jelölttel, akivel szemben semmifajta korumpálódási kérdés nem merül föl, semmifajta hitelességi deficit nem merül föl, és így tovább lehetne mondani. Tehát igenis lehetett volna találni nem 106 Márki-Zay Pétert, de mondjuk 106 olyan embert, aki hasonlóan Márki-Zay Péterhez beágyazott, vállalható, vízióval rendelkezik, és ténylegesen egyébként a feltétlenséget tudja biztosítani a fideszes, nyilvánvalóan korrumpált és nyilvánvalóan elhasználódott jelölttel szemben. A műsor végén beszéljünk kicsit a jövőről, és feltenném azt az álnaív kérdés egyébként, hogy lesz-e konszolidáció. Az elmúlt néhány nap eseményét ismerve, amikor a legsötétebb kommunista időket idézve listázott egykor egyébként nagyon magas színvonalon működő gazdasági hetilap. Akkor egyébként, amikor Rogán Antal már belebegtette azt, hogy a stabsorosan még keményítenek egyet. Hogy mire számíthatunk ebben az előttünk álló 4 évben, és itt visszakanyarodnék megint Tölyesi Péterre. Ő egyébként a viszonylag komoly sikerült előadását azzal zárta, hogy felvázolt azt a képet, hogy a mi életünkben nem fogjuk már látni az Orbán rendszer bukását. Hát Tölgyesi Péter idős ember, tehát lehet, hogy az ő életünkben már nem fogjuk látni, de szerintem még ő is meg fogja azt élni azért. Orbán Viktor egy életerős ember még, de ettől még az ő rendszere az nagyon bizonytalan lábakon áll. És pont ez a fajta politikai túlhatalom, amit most megkapott, szerintem bizonyos értelemben még rosszabb is neki, mint hogyha csak sima többsége lenne. Nevezetesen azért, mert innentől kezdve semmifajta felelősséget nem tud hárítani. Tehát szerintem ez a fajta agresszív kikelés a civil szervezetek ellen, akár velem szemben, az nem másnak tudható be, mint annak, hogy egyébként valamilyen módon továbbra is működtetni kell ezt az apparátust, továbbra is egyébként táplálni kell a szavazókban ezt a fajta hitet, hogy itt a végveszély óráit éljük, és ha nem figyelünk, nem vagyunk részen, akkor azonnal jönnek a sorosisták, és elveszik a nem tudom minket. De azért ez mondjuk egy ponton túl valószínűleg már a híveknek is, és az elkötelezett szavazóknak is kevés lesz. Teszem hozzá, én azt gondolom, hogy nagyon sokatnak most is kevés volt. Tehát én merem feltételezni, nagyon sokan csak úgy szavaztak oda a Fideszre, hogy hát már nagyon komik kritikám van, de látom, hogy ezek az ellenoldalak milyenek. Jó, most az egyszer még odaadom a voksomat, de most már tényleg kezdjétek ezzel valamit, és legyen valami változás. Tehát ha ebben az értelemben nem tud konszolidálódni, akkor nagyon hamar ki fog múlni. Ha ebben az értelemben legalább valami fajta konszolidációt a saját maga hatalmának a védelmében megtesz, akkor lehet, hogy egy picit tovább fogja majd tudni húzni. Ezzel együtt egyébként azt gondolom, hogy konszolidálódni ez a hatalom képtelen. Nem is kíván, tehát ambíciója erre egyáltalán nincs, és igazából szüksége sincs rá. Tehát, hogy azért ez mégiscsak elgondolkodható, hogy 8 év ilyen kormányzás után, a létező legaljasabb, leghazugabb, legmocskosabb kampány után, amit Magyarországon párt valaha művelt, nem csak azon, hogy újrázzák a sikerüket, hanem további több 100 000 új szavazót szereznek, és olyan felhatalmazást kapnak, amit a rendszerváltás óta magyar párt soha, akkor azért ez mégiscsak egyfajta visszaigazolásként is értelmezhető az ő oldalukról, hogy akkor mit kellene itt konszolidálni, mit kellene itt változtatni. Nyilvánvaló, hogy akkor ebbe az irányba kell tovább menni. Tehát amikor ugye a Hódmezővásárhelyi választás után fölmerült még Bencsik Andrásében is, hogy lehet ebből a stopsorosból, meg ebből az egészből ki kéne jönni egy kicsit. Én egy napot számoltam. Ott szerintem nagyon hamar leszóltak a pártközpontból, hogy srácok, a Fidesz egy, hogy mondjam én, hajónaszád, ez egy irányba tud menni, amiben mi ráállítottuk. Ha most már ebbe az irányba megyünk, akkor vagy azt csinálhatjuk, hogy még teszünk a kakaót rá, és akkor tényleg előre, full gázzal, de ebben módosítani, vagy változtatni nincsen lehetőség, nézzük meg, hogy mi lesz az eredmény.
És ez az eredmény ebből a szempontból tragikus, mert azt lehet mondani, hogy igen, a gátlástalanság nem csak egy kifizetődő, nem csak arról van szó, hogy ezen keresztül biztosítjuk a pozícióinkat, hanem gyakorlatilag a gátlástalanságon keresztül tudjuk totalizálni a hatalmunkat. Hogy ezt mondom még egyszer, hogy ez a hatalomgyakorlások mennyire fenntartható formája, azzal kapcsolatban nekem komoly kétségeim vannak, de az ténykérdés, hogy működött sajnos. Hajónászárad említettél. Nem úgy van az, hogyha a gőzhajóba elkezdjük lapátolni a szenet megállós nélkül, akkor egy idő után az egész felrobban? De, nyilván. Talán itt fejezzük is be. De, nyilván, igen. Köszönöm szépen, Marci, hogy bejöttél.